Nyíregyháza egyik belvárosi épületében, a Kálvin téren alakították ki a Matthias Corvinus Kollégium megyei képzőközpontját. A Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményének ez a 23. szintere. Szalai Zoltán főigazgató köszöntőjében elmondta, Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentős fogadókészséget tapasztaltak a képzések iránt. Nagyon fontosnak gondoltuk, hogy itt is egy központot nyissunk, és nagyon örülünk, hogy már szeptembertől elindultak a képzések, mind általános iskolás, mind középiskolás szinten, és ezzel az új épülettel pedig azt gondoljuk, hogy széttet tudott lépni. Különböző programok, tanároknak, szülőknek, diákoknak, ezeket fogjuk tudni kínálni a városnak, amelyet már a többi 23 helyszínen a Kárpát-medence szerte élvezhetnek az ottani MCC központok polgárai. Az MCC nyíregyházi központjában már szeptembertől megkezdődtek a képzések. A felmenő rendszerben működő fiatal tehetség program 25-5. Osztályos diákkal indult útjára, a középiskolákból pedig eddig 40-en jelentkeztek. A fiatal tehetségprogram az általános iskolásoknak szóló, két hetente szombatonként találkozunk a gyermekekkel, egésznapos szakmai rendezvényeket biztosítunk nekik. A középiskolásoknak pedig minden héten tartunk úgynevezett KP délutánokat, klub délutánokat, ezek csütörtöki alkalmakat jelentenek, szintén szakmai rendezvényeket, közösségépítő programokat tartunk nekik. Jászai Mennyhért Nyíregyháza alpolgármestere arról beszélt, bár a képzési központ a megye székhelyén van, az intézmény rugalmas oktatása révén a megye bármely pontjáról tudnak csatlakozni a tanulók. Egy óriási lehetőség az itt élő fiataloknak, hiszen a legkorszerűbb tananyagok alapján e-learning formájába, és van persze személyes jelenlét is, képezhetik magukat, az általuk választott szakterületen tovább képezhetik magukat. Ezt a online képzési formát egészítik ki a hetente megrendezett szakmai délutánok és régiós szakmai napok Debrecenben, de országos események is vannak. Egy nagyon szépen és nagyon jól felépített tehetséggondozó hálózatnak lettünk így a tagjai, itt a megyében is Nyíregyházán. A képzőközpont megnyitóján szakmai előadások is elhangzottak. Demko Attila biztonságpolitikai szakértő az orosz-ukrán háborúról és más Európát érintő még kibontakozó vagy már meglévő nemzetközi konfliktusokról beszélt a hallgatóság előtt. A világ az egy sajnos egyre bonyolultabb hely, hogy finoman fogalmazzak, egyre több a konfliktus. Fogunk beszélni tajvani kérdésről, afrikai konfliktusokról, sok mindenről. Ugye, mert nem egy fenyegetés van Európával szemben, nem csak az orosz fenyegetés, hanem sajnos délen is rendkívül sok instabil állam határolja, régió határolja Európát, erre is készülnünk kell, figyelnünk kell. A Matthias Corvinus Kollégium már összesen több mint 6000 diák tehetséggondozását végzi a Kárpát-medencében, a közeljövőben pedig felvidéki és délvidéki állomásokkal szeretnék gyarapítani a képzőközpontok számát.